előadásom első részében röviden elmondanám, hogy mi a baj a világgal. Ezt mindenki érzi, hogy baj van. Nagyon egyszerűen meg lehet fogni ezeket a dolgokat. Pontosan az a baj, hogy egy kicsit túlbonyolultan gondolkodunk, hála a kötelező oktatásunknak. Tehát majd visszautalok itt a polgármester úr szavaira, mert ott is volt egy-két érdekesség. De minden esetre nézzük meg, hogy mi a baj a világgal. Induljunk ki egy nagyon egyszerű példából, ugye mindenki foglalkozik a táplálkozással már, amit eszel, azzá leszel, bio, öko, enviro, stb. Most ne a bevitelt, hanem a kimenetet nézzük meg. Kimenet, ez úgy néz ki, ugyebár, hogy valahova ürítünk. És régen olyan ojektumot használtak az ürítésre, ami részben ugye be volt rakva a föld alá, volt egy ilyen kis trónszék, volt fölépítve egy csillagvizsgáló, és ennek az volt a feladata, ugye, hogy amit ide pottyant az ember, azt juttassa vissza a természetbe. Most ennek a feladatának körülbelül 5000 forint, az nem tudom mennyi euróba, 200 euró, körülbelül 200 euró összköltséggel tökéletesen megfelelt. Ez azt jelenti, hogy ide pottyant ugye az ürülék, valami kukoricacsutka, vagy az éppen aktuális érdesített anyaggal kitörölte a fenekét, rádobta azt is, és ez elkezdett össze komposztálódni, összeérni egy elég magas hőmérsékleten, és ez a magas hőmérséklet biztosította azt is, hogy ne legyenek baktériumok ebbe az anyagba. Tehát ez egy teljesen, gyakorlatilag majdnem, hogy azt kell mondjam, ez egy steril megoldás volt, és ami a lényeg, minden visszajutott a helyére. A szemét, remélem ezt Leidinger Dani elmondta, nem akkor agyonütöm, az egyszerűen annyi, hogy nem a helyén levő anyag a természetben. Tehát nincs ilyen, hogy szemét a világban, a szemetet az ember teremti azzal, hogy valamit kivesz a helyéről, és nem rakja vissza. Ez a szemét, otthon is ez a szemét. Gondoljunk arra, hogy a gyerek ugye kint játszik a homokozóba, utána bejön, és kiborítja a szőnyegre a cipőjét, ugye? Homokozóban az a homok a helyén volt, a szőnyegen már szemét. Tehát nincs ilyen, hogy szemét. Szemetet pontosan azzal csináljuk, hogyha ezeket az egyszerű megoldásokat átváltjuk, ugye, egy olyanra, amit sugalnak nekünk, mert jön az élősködő, és azt mondja, hogy hát mennyivel kulturáltabb, ugye? Mennyivel gazdaságosabb, stb. Itt lehet az érveket sorolni, ez a water cleaning nevezetű ultramodern megoldás, ami semmi más nem csinál, mint a szart valakinek az orra alá oda fogja szállítani. Nem oldja meg. Nem oldja meg. És ebben nem az a durva, hogy ez, mit tudom én, milliárdokba kerül egy falu szintjén. Tehát ma Magyarországon a falvak többsége azért van eladósodva, mert kényszerből óriási pénzekért csatornáztak. De ezt úgy képzeljük el, hogy ma egy átlag magyar faluban 1 milliárd forint fölött van egy csatornázás. Ez több százezer forintot jelent lakosonként. És jó, hát csak ennyi az önrész, a többit lehet 50 évre fizetni, meg kell nézni, hol állunk. Pontosan emiatt, és mit csinál ez? Semmi egyebet, mint felönti vízzel a szart, valaki valahova ilyen telepekre összegyűjtik, és ott semmit nem tudnak vele csinálni. Egyet tudnak vele csinálni, keverik. Keverik, ennyit csinálnak, keverik a szart, próbálják utólag levegőhöz juttatni, hogy hát ha lebomlik, de nem fog lebomlani. Ugyanis a természet egyrészt nem szereti a koncentrált dolgokat, másrészt nem szereti a felöntött dolgokat. Na most van egy sokkal nagyobb probléma ennél. Tehát ez a látszólagos probléma, hogy ez 5000 forint, ez meg ilyen milliárd körüli, tehát már ez is elég komoly probléma, de a komolyabb probléma az nem itt jelentkezik. Komolyabb probléma az ott jelentkezik, hogy a természet, a táj, a föld az egy élőlény. Ezt minden normális civilizáció tudja és mondja, ugye? Mi is anyaföldnek hívjuk a földet, vagy földanyának hívjuk. Tehát élőlényként feltételezzük, és az a röhely, hogy így is működik. Ezt ma kezdik el újra felfedezni, ugye a Gaia elmélettel, meg a többi ilyennel, de hát ez egy teljesen közismert, triviális dolog volt. Egy paraszt ember ezt nagyon jól tudta, még 50 évvel ezelőtt is. Csak azóta ugye ő is részt vesz, hál' Istennek, a kötelező oktatásba, és sikerült az agyát teljesen eltekerni. Az az igazság, hogy én ugye jó pár évig egyetemen tanítottam. És benne voltam ebben a folyamatban, és láttam, hogy ott mi zajlik. Láttam, hogy ott nem gondolkodni tanítják az embereket, hanem egy adott problémának ez a megoldása, pont. Na most annyi hibás tudást sikerült, hál' Istennek, fölhalmozni a fejünkbe, hogy egyszerűen nem tudunk józan paraszti észre gondolkodni, ez az igazság.
A tájnak mi egy sejtje vagyunk. Ha egészségesen élünk, ez azt jelenti, hogy azt a célt szolgáljuk, amit az egész szolgál, akkor egészségesek vagyunk, ugyanis a tájnak kutya kötelessége a sejtjét megtartani egészségben. Ellátni, táplálékkal, védelmezni, tanítani, stb. Erre mindre képes a táj. Na most, ha én eltolom magamtól ezt az egészet, tehát ez olyan szinten működik, hogy képzeljük el, hogy például Erdélybe nagyon sokat gyűjtöttünk ilyen füves emberektől, népi gyógyászat gyűjtést, és elmondták, hogy ők már mielőtt beérnének egy faluba, tudják, hogy mi lesz a faluba a jellemző betegség, ugyanis a falu határában megjelenik az a gyógynövény, ami azt gyógyítja azt a betegséget. Teljesen, mint a mi immunrendszerünk. Jön a tehén lelegeli, megjelenik a tejébe. Jön a csirke lecsipegeti, megjelenik a húsába. Egész addig, amíg nem toljuk el magunktól a tájat. Ma mire használjuk a tájat szemétlerakáson kívül? Onnan jön a táplálékunk? Dehogy onnan jön? Bolíviából jön, meg Ekvádorból, meg mit tudom én onnan a retekből. És semmit nem szedünk. Tehát régen egy napi járóföldre, az ugye a járások, az körülbelül egy napi járóföld volt. A piacok járásokon belül voltak, tehát gyakorlatilag 30 kilométeren belülről származott minden táplálék, minden építőanyag, minden egy faluba. Most elkezdődött ez a nagy globalizmus, és egyszerűen nem tud működni, nem tudnak ezek az alaprendszerek működni, nem azért, mert az Isten elfordult tőlünk, ez egy nagyon rossz duma, azért, mert mi fordulunk el a természettől és a teremtőtől. És amíg ez van, addig nem kell csodálkozni, hogy mindenki beteg. Na, tehát mi a helyzet ezzel az egésszel? Tehát még egyszer mondom, a táj meggyógyít. Tehát, hogyha én hagyom a tájat, benne élek a tájba, a tájnak kutya kötelessége meggyógyítani, és meg is fog gyógyítani. De honnan tudja, hogy mi a betegségem vajon? Az ürülékből és a vizeletből. Magyarul, hogyha nem szarok oda a földemre, akkor a földem nem fogja tudni, hogy kinek terem. Ez olyannyira így van, hogy nem tudom, ki olvasott Anasztázia könyveket. Tehát van egy ilyen szibériai sámánnő, elég érdekes dolgokat mond, de amit mond, az nagyon-nagyon közel áll a magyar paraszti kultúrához. Na most az Anasztázia könyvekben elmondják, hogy a száj, tehát hogy úgy ültesd el azt a terményt, hogy vedd a szádba, tudja az a mag, hogy neked fog teremni. És teljesen máshogy fog teremni. Személyre szabottan fog teremni, azokat az elemeket fogja tartalmazni, ami neked szükséges, azokat a gyógyítóanyagokat, ami neked szükséges, stb. Na most ezzel nem az a baj egyszerűen, hogy drága. Ezzel az a baj, hogy innentől kezdve megszűnik a gyógyításomnak a lehetősége. Nem fogja tudni a Föld, hogy mi van velem. És tessenek utánnézni ennek az adatnak, pontosan akkor kezdtek el tömeges mértékben jelentkezni a betegségek, amikor elindul a csatornázás. Tessék megnézni majd, tessék utánnézni. És ezt hívják ma úgy, hogy modernizáció. Modernizáció, urak, hölgyek. Ugye? De tudok még ilyen modernizációt mondani. Képzeljük el a következőt. Van egy nagyon-nagyon jó szerkezet. Tehát az a lényege, hogy van rajta egy ilyen észlelő rendszer, szabályosan ugye van önvédelmi rendszere is, négy kerék meghajtású, ugye? Van a végén egy trágyaszóró, hogy ne keletkezzen veszélyes hulladék, és ez egy teljesen önjáró, önműködő, GPS-vezérelt, nem kell hozzá pótalkatrész, mert ugye azt is megcsinálja, sőt, a traktor nem csinál kis traktort, ő viszont csinál kis borjút. Tehát egy tökéletesen működő valami, amit az Isten megtervezett, és jól tervezte meg, ugye? Na most következő helyzet, ez megkeresi magának a táplálékot, oda megy, leadja a tejét, húsát, stb., meg még a szarát is széteríti a mezőn. Na most ezt úgy képzeljük el, ez úgy működött a régiségben, hogy amikor egy bikaborjút kiengedtek a mezőre, az körülbelül 200-300 kilót gyarapodott egy szezonba. Tehát ősszel levágták, addig 200-300 kiló húst adott ingyen. Tehát képzeljük el, hogy egy ilyen több százas csordával egy ember elballagott. Ugye? Hát emlékszünk még erre az időre, azért nagyjából egyidősek vagyunk. Na most ez nem gazdaságos. Ez nem gazdaságos. És ezt megint ugye, megmondta az értelmiség, hogy nem gazdaságos. Úgyhogy most azt csinálják, hogy műtrágyázzák a réteket,
egy traktorral, egy másik traktorral lekaszálják, egy harmadik traktorral oda viszik hozzá a táplálékot, ugye? Fölépítettek egy istálót neki, amit kicsempésztek, hűtenek, fűtenek, büfisztetik, színházba viszik, stb. És a végén egy ötödik traktorral elviszik a szarát, és egy hatodik traktorral szétterítik a mezőn. Ez gazdaságos. Gazdaságos, még egyszer mondom. És ez a borzalmas, hogy ilyeneket beveszünk. És az egész életünk erre megy rá. És hogy ez mit jelent, hogy erre megy rá az életünk? Hadd mondjak egy példát. Pár évvel ezelőtt volt egy konferencia, ahol antropológusok, természeti népeket kutató antropológusok, tehát akik még a természete egységbe élnek, azon vekengtek, azt vizsgálták, hogy melyik természeti népnél hány óra telik el az effektív munkával. Tehát ezen azt értem, hogy előteremtse a táplálékát, ivóvizét, ruházatát, hajlékát. Na most Kalahári sivatag, az a Föld leglehetetlenebb élőhelye. Tehát ennél borzalmasabb élettér nincs a Földön. Az ott élő benszülöttek mit gondolunk, hány órát dolgoznak? Mert ugye mi olyan 10 órákat dolgozunk otthon, még azért rányomunk egy kis házi munkát, stb. Tehát mondjuk legyen 14 óra, legyünk optimisták, csak 14 órát dolgozunk egy nap. Mit gondolunk, egy busman mennyit dolgozik? Másfél órát. Másfél órát dolgoznak a világ leglehetetlenebb helyén. Mi itt a paradicsomba 14 órákat dolgozunk. Vajon miért? És ilyenkor mindig fel kell tenni a kérdést, hogy miért. Ugye? És még egy kérdés felszokott merülni, hogy kinek az érdekében. Na most ez, hogy ennyit dolgozzunk, ez egyetlen egynek jó, az az élősködő. És az egész életünk erről szól, hogy az élősködőt tápláljuk. Egész életünk. És még büszkék is vagyunk rá. Ugye? És mennek haza jaj, milyen büszke, hogy van munkahelyem. Ugye? Hát most azért gondoljuk már végig, hogy a saját dédapánknak mondjuk, hogy magyaráztuk volna el a munkahelyet, hogy jaj, dédi, van munkahelyem. Nagyszerű fiam, az micsoda? Hát az egy olyan hely, hogy bejárok oda dolgozni. De hát fiam, hát otthon nem, nincs dolog. De oda bejárok dolgozni, de miért oda jársz be? Hát mert onnan kapom a pénzem. Nagyszerű fiam, és mit veszel a pénzeddel? Hát veszek autót, mobiltelefont, Nike cipőt, elektromos orszörtejtőt, és miért, fiam? Hát, hogy be tudjak járni a munkahelyemre. És ilyenkor csapna a dédi a fejére, hogy édes unokám, normális vagy? És teljesen igaza lenne. És az a röhely, hogy ugye mindenki várta ezt az Orbán kormányt, mint a messiást. És előre megmondtam, de jó pár évvel előre, hogy ez fog történni. Ami most történik. Tehát Agócs József professzor volt a Soproni Erdészeti Egyetemen, és neki volt egy nagyon-nagyon fontos mondása, hogy a világnak nem az a baja, hogy valamit rosszul csinálunk, a világnak az a baja, hogy rosszat csinálunk. És ha rosszat akarjuk jól csinálni, vagy jobban csinálni, az eredmény csak nagyobb rossz lesz. Nézzük meg Fidesz kormánynak a intézkedéseit. Baromi sok új munkahelyet akar teremteni. Nem munkahely kell az embereknek, élet kell az embereknek. Nem robotok, nem droidok, nem arra terveztettek az emberek, hogy a nap 24 órájában ezt csinálják valamelyik multinak. Nem ez a célunk. Mit akar még csinálni? Kötelező oktatást 3 éves kortól. 7 éves korig nem szabadna elengedni a gyereket az anyja mellől, mert sérül. Mit akar még csinálni? Behozta most a hamburger törvényt, ugye? Tehát ami sós, meg ami édes, arra adót vetnek ki. Tehát mi jön majd? Jönnek a sópótlók, ugye már is mérgezik a sónkat, és hatalmas embertömegek halnak meg Magyarországon szívbetegségekben pont emiatt. És ugye az édesítő szerek, az aszpartamtól, stb. Mind bizonyítottan rákkeltőek. Most akkor ők jót csinálnak, vagy rosszat csinálnak? És Agócsóska folytatja ezt a mondatot, hogyha jót csinálnánk végre, akár rosszul is, rossz hatásfokkal, az eredmény akkor is jó lenne. Na, én erre szeretnék mindenkit biztatni, hogy kezdj el a jót csinálni. Kezdj el a jót csinálni, mi az, hogy jó? Ha azt mondjuk, hogy
a Föld nevű élőlénynek vagyunk egy sejtje, akkor kutya kötelességünk azt csinálni, ami az ő érdeke, ugyanis az ő részei vagyunk. Na most a Földnek ez nem érdeke, hogy a nap 24 órájában önmagunk és mások számára betartatatlan törvényeket alkossunk. De az se érdeke, hogy mint a majom egész nap gombokat gyomkodjunk. Ezek nem érdekei a Földnek. De az se érdeke, itt látta ezt a gyönyörű EU-s izét, majd menjenek ki ide a gátra, ilyen játszóteret, ezek nevetséges dolgok. Ezek nevetséges dolgok, egyetlen egyet hadd mondjak ezekről a játszóterekről, meg fitness, Loch Ness, wellness, stb. Hadd mondjam el egy döbbenetes élményemet, ugye annak idején a feleségem vett egy ilyen Cindy Crawford kazettát, ahol ilyen, mi a fene volt ez, aerobik, vagy ilyen, valami mozgások voltak, és én néztem az ágyból, ahogy ugye az asszony csinálta rá, és mondom, hogy a francba, hát az annyira ismerős mozdulatok, hát persze, hát a kaszálásnak a mozdulatai, ugye? Csak nincs a kezébe kasza. Meg utána rögtön neki áll gyomlálni a lelkem. Ugye? Csak már semmi értelme az egésznek. EU-s játszótér. Óriási pénzeket vettek föl idétlen politikusok Magyarországon, ugye ilyen, hogy hívják ezeket, polgármesterek, hogy díszökő kutakat csináljanak abba a faluba, ahol most zárják be az óvodát. És eladósították az egész falut. Tehát jót kéne végre csinálni. Jót kéne végre csinálni, és a jó az az, hogy vissza kell térni a teremtés törvényeihez, akár tetszik, akár nem. És lehetne sorolni az idők végezték a példákat, még azért egyet hadd mondjak el, mert ez húsba vágó, és biztos, hogy egy kis segítséget is ad önöknek. Tehát ma az egyik legfőbb mumusnak kikiáltott valami, ez a magas vérnyomás, ugye? Na most a emberi érhálózat az teljesen úgy viselkedik, mint a Földnek a felszíni vízhálózata. Tehát ott is van áradás, apadás, tehát nem egy statikus valami. A statikusság az maga a halál. Ha valami megáll, nem mozdul, az meghal. Tehát az élet az pontosan ez a lüktetés, pulzálás. Na most hál' Istennek annyi szemetet eszünk, hogy egyszerűen tele van a vérünk mindenfélével. És ez azt jelenti, hogy a besűrűsödött vért ugye át kell ugyanolyan lumenen pumpálni, tehát jóval nagyobb nyomással kell egy sűrű folyadékot átpumpálni. Ezért szinte mindenkinek magas a vérnyomása. Na most, mióta vannak vérnyomás problémák? Mit gondolunk? Mi? Amióta a vérnyomásmérő utána vágják az embernek. Így van. Na most, következő, egyébként a vérnyomás mérőket viszont a gyógyszeripar pénzeli, óriási pénzeket fektetnek ezekbe, tehát ezek ilyen mágiák, hogy magas a vérnyomásod. Na, Mari néni mérnek egy magas vérnyomást, ugye? Fölkiált a doktor úr, jaj, Mari néni, megvan, mi a baj, a magas vérnyomása van. Mari néninek semmi baja nem volt, csak elment egy ingyenes vérnyomásmérő napra. Ugye? Mari néni magas vérnyomása van, de tudjuk a gyógyszert rá, és a TB támogatja, ugye? Na, Mari néni bebattyog a gyógyszertárba, és megveszi az első halálos mérgét. A vérnyomás gyógyszer az halálpontosan beállítja majd a gyári értéket, tehát 120/80, cakra. Csak egyetlen egy baj van vele, hogy amiatt, hogy kisebb a nyomás, egy csomó minden ki fog rakódni ebből a szemétből. Tehát Mari néninek elkezdenek ténylegesen tünetei lenni, ezért elkezdik vizsgálgatni. Jaj, Mari néni magának nagyon magas a, mit tudom én, koleszterinje, a trigliceridje, amit vannak ilyen mágiák, tehát ezek ilyen kulcsszavak. Jó? Tehát Mari néni kap egy koleszterin csökkentőt is. Igen, de az a baj vele, hogy ez egy baromi erős higítószer, tehát tele lesz vizesedéssel. A lába, a keze, minden be fog dagadni, meg fog nőni, ekkor lesz Mari néni feje, és megkapja a harmadik gyógyszerét, ami egy vízhajtó. És amíg szerencsétlen Mari néni el nem jut a makkosig, az egész vegyipart végigtesztelik rajta. És ez egy tudatos dolog, ezt ma már lehet bizonyítani, hogy tudatos dolog. Olyannyira, hogy feljelentés születtek az ENSZ-nél. Feljelentések születtek az ENSZ-nél pontosan emiatt, hogy ez egy teljesen tudatos játék. Játék az életünkkel. Na, nézzük meg, hogy mi lenne a megoldás, ugye? Józan paraszti ész. Tehát még egyszer mondom, az a baj, hogy ezt már kinevelték belőlünk. Józan paraszti ész az miről szól? Mit tudom, eldugul egy csőrendszer, mondjuk
egy kávéfőző eldugul, mit csinálunk vele? Szétszedés az embernél nem a legoptimálisabb dolog, hanem, de mivel tisztítjuk ki? Ecettel, pontosan erről van szó. Alma ecettel körülbelül egy hetes kezeléssel mindenkinek tökéletesen be fog állni a vérnyomása. Mi a baj vele? Mi a baj vele? Nem, az a baj, hogy ingyé van. Az egész világnak ez a baja. Ezért nem használunk csalánteát, helyette a méregdrága kombuka teát fogjuk használni. Ezért semmi olyat nem csinálunk, ami normális aggyal azt csinálnám, de, ugye? És jön a de. Nem véletlenül mondja a magyar, hogy az első gondolat a jó gondolat. Mindenkinek ösztönösen azonnal eszébe jut a megoldás. És utána ránk zúdul ez a kötelező oktatásnak ez a szutymákja. És rögtön elkezdünk így kattogni, ugye? És jön a szakember. A legfontosabb mindig a szakember, ugye? Szakember nélkül már szülni se tudunk. Kórházba szülnek a feleségeink. Ez betegség? Ez soha nem volt betegség. Szóval ez hihetetlen. Most ez egy friss élmény, mert 3 hónapos a gyerekem, és az asszony otthon szült. Az a riogatás, amit levágtak az orvosok, ugye eleve kötelezően el kell menni körülbelül 6 vizsgálatra, mert ha nem megy el az ember, akkor nem kap se családi pótlékot, se semmi. És akkor ilyenek, hogy a legkülönbözőbb dolgokkal riogatták. Először sok volt a vasa, utána kevés volt a vasa, utána mit tudom, hogy öregedett a méhlepénye, utána nem öregedett, szóval egyszerűen nevetséges volt az egész. És ezzel is egy a céljuk, hogy oda hajtsák a szülészekhez az embereket. Megint a szakember, ugye? Nem tudunk már otthon szülni. Hát hogy tudnánk? Hát pár millió évig ment ez a dolog, most valahogy úgy alakult történelmileg, hogy nem tudunk. És mindennel így van, mindennel szakember, 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 ugye? Hogy tudnád már te fölnevelni a gyerekedet? Itt is olyan gyönyörű volt, hogy hoznak pszichológust. Ha lesz pszichológus, akkor biztos, hogy lesznek hülye gyerekek a faluban, mert meg fogja találni, ugye? Ha lesz logopédus, biztos, hogy lesznek pösze gyerekek a faluba. Ugye? Ez pont fordítva működik. Ez ugyanaz, mint hogy megépítenek egy autópályát, és maga az autópálya generálja a forgalmat. Azért mennek arra, mert ott van az autópálya. Azért mennek a pszichológushoz, mert ott van. És ez a srác is nagyon rendes, tisztességes, érződik a beszédjén, csak túltanult. Kötelező oktatás. Odaállítottak volna egy rendes parasztembert a falu élére, én állítom, hogy jobban járt volna vele a falu. És nem azért, mert bántani akarom. De lehet, hogy EU-s játszótér nélkül, meg mi a fene nélkül, turizmus nélkül is megélne a falu. Egyszer mezőtúrnak, mezőcsátnak a polgármesterével csaptam össze nagyon. Egy ilyen EU-s megbeszélésen voltunk. Nem tudom már, hogy kerültem oda, szerintem biztos másnapos lehettem, mert én nem szoktam ilyenekre járni. Ami a lényeg, hogy fölszólalt, hogy micsoda óriási dolog, hogy a túzok védelmi programra 3 falu kapott 1,5 millió forintot. De ez egy combos falu, ez a mezőcsát, nem tudom, talán legalább 10 000 ember él ott, vagy a fene tudja mennyi. És akkor mondom, hogy hát igen, ez bravo, túzok védelemre 500 000 kap egy falu, az igen. És kérdeztem, hogy hány csordakút volt a falu határában, ugye, és ez híresen állattartó, ugye, ott jönnek le a bükkből a vizek, ott egy ilyen vizenyős rész volt, és óriási mennyiségű állatot tartottak. Tehát olyan volt, mint a Hortobágy. És kérdeztem, hogy hány csordakút volt? Hát olyan 20-30 között. Na most egy csordakúton legalább egy ilyen 500 állatot itattak. És mondtam neki, hogy hát figyelj, számold már ki, hogy ez hány milliárd forintot hozott a falunak egy évben. Hány milliárd forintot. És ezt odadobtuk a túzok védelmi 500 000 helyett, vagy azért cserébe. És mindennel ez van, mindennel ez van. Na, térjünk vissza a dologhoz. Tehát egyszerűen almaecetet kéne inni, innen kavarodtam el valahogy. Az almaecet az egy pillanat alatt rendezi az ereket, leszedi ezeket a lerakódásokat, a meszesedéseket, tehát ilyen bónuszként a reuma meg egyebeket is rendbe rakja, és utána az ember kipisili ezeket a mérgeket, illetve a meszet. Csak ez túl egyszerű, ugye? Ezért senki nem fogja önöknek elmondani. És ez mindenne így van. Olyan egyszerű dolgokkal lehet gyógyítani. Na most gondoljuk már el, amíg nem voltak ezek a kórházak milliárdokért, ugye? Ami nem tud gyógyítani, a mai kórházak nem gyógyítanak, ezt felejtsük el, diagnosztizálnak.
Tehát egy MRI berendezés, ugye, ami 1 milliárd forint körül van, az arra jó, hogy megmutatja, hogy EHUN a baj-e. De semmit nem tud vele csinálni. Utána vannak protokollok, hogy mit kéne egy orvosnak csinálni, csak ezek nem működnek. És ezt ne úgy vegyék, hogy én most végigszidom a polgármestereket, az orvosokat, stb. Én nem ezt szidom, hanem a vírust szidom, ami a rendszerben van. Azt se szidom, csak jó, hogyha látjuk a vírust, legalább tudomást veszünk róla. A vírus egyébként a város, a városi lét. Jézus azt mondta erre, hogy ma még tükör által homályosan láttok. És tényleg ez történik. Tehát lejön egy baromi jó szándékú ember, a legnagyobb szellem lejön odaföntről, és azt mondja, hogy gyerekek, én ennek a közösségnek a gyógyítója leszek, és az egész életemet erre teszem föl, ugye? Tanul előbb körülbelül 20 évet ebbe a kötelező oktatásba, amíg egyáltalán hozzányúlhat egy beteghez. És utána rájön, hogy nincs eszköz a kezébe. Nem tud gyógyítani. Vagy alkoholista lesz, vagy depressziós lesz, vagy narkózik, ugye ők könnyen hozzáférnek a narkóknak, meg kell nézni az orvosokat. Tisztelt a kivételhez. Vagy mit tudom én, lejön egy nagy harcos, hogy nekem az lesz a dolgom itt a világban, hogy védem azt a közösséget, ahova érkezem, ugye? És lesz belőle egy rendőr, aki a saját fajtáját veri a Kossuth téren. Vagy lesz belőle egy APEC ellenőr, aki egy tojásért bírságol meg egy nénit a kínai piac mellett. Ma még tükör által homályosan láttok. És ugye ez vonatkozik a tanítókra is. Lejön valaki, hogy én arra szentelem az életemet, hogy ezt a közösséget tanítani fogom, emelni fogom, mintát adok neki. És mi lesz? Végig tanulja úgy az egyetemet, hogy gyereket nem is lát, utána kikerül, és a gyerek ösztönösen érzi, hogy ez a tudása semmit nem ér, ami az övé, és tiltakozik, és lázad ellene, és örüljön neki ez a tanár, ha nem veri meg. És tényleg örüljön. És tönkre teszik a gyerekeinket. A gyerek játékkal tanul. Egy gyermeket nem szabadna 6 évesen berakni ebbe a agymasodába, mert sérül. A gyerek, nézzük már meg, hát nem véletlen ezt a szerencsétlen latin ABC-t egy évig tart a fejükbe kalapálni a gyerekeknek, ugye? És akkor egy délután megtanul rovásírni a bátyjától. Vajon miért? Mert az egyik egy játék neki, az egy élmény, az egy szórakozás. A másik meg 45 perc, kicsöngetnek, becsöngetnek, seggelj szépen rasterbe, stb. Nem erről szól az élet. Az élet az élni akar. És az élet az mindent megtesz a folytatásáért. És ugyanúgy, mint ahogy az állatvilágban is a kölyök, meg kell nézni az állatkölyköket. Egész fiatalkorukban játszanak, és mindenre megtanulnak, mindent megtanulnak mégis. Nem hagyjuk játszani a gyerekeinket. És akkor csodálkozunk, hogy diszlexiás, diszgráfiás, minden baja van, értelmi fogyatékos. Hát az első pillanattól kezdve ugye a csip-csip csóka, meg a töröm-töröm a mákot, meg a többi őjáték, hát ez kell ahhoz, hogy beidegződjön a két agyféltekéje, rendesen szimmetrizálódjon. Ez már kimarad, ugye? Miért? Hát mert nem fog mindenkivel leülni az óvónéni csip-csip csókázni, hát ezt nem gondoljuk komolyan. És ez a borzalmas, és adjuk oda a szakembernek. Na most, amíg erről a szakember kultuszról nem fogunk letérni, addig itt nincs megoldás. Na akkor mi a megoldás? Az első megoldás már ebből látszik. Egyszerűen vissza kell menni a természetbe. Nincs mese. A város az maga a vírus. Tehát az, hogy nem látom a felkelő napot, nem látom a lenyugvó napot, nem tudok tájolni, azt sem tudom, merre vannak az égtájak, ez nem látom a teremtésnek a mintáit. Hát pontosan ez a városi léttel kezdődött minden. Ugye minden egyes természeti kultúrában itt áll az ember, és reggel az az első, hogy kinéz a fejéből, és valamilyen módon köszönti a napot. Lehet, hogy ez nem egy szertartás, bár azért a legtöbb helyen ez szertartás volt. Tehát a paraszti kultúrában is az, hogy reggel kiment a mezőre kapálni, jött föl a nap, megemelte a kalapját, vagy elmondott egy imát, ezek azért szertartások. De ez nincs benne az életünkben, akkor mi irányítja az életünket? Az aznapunkat mi világítja be? És legalább ennyit minden embernek meg kéne tenni, akár városon él, akárhol, hogy menjen ki egy olyan helyre, és nézzen bele a felkelő napba. Hát de akkor nem látom a győzikét. Hát cseszd meg, akkor nem látod. Mert ugye nem véletlenül rakják ezeket a filmeket 11 és éjfél körül.
Most ehhez még egyet kell tudni, hogyha az ember éjfél előtt nem alszik, egyáltalán nem tudja magát kipihenni. Tehát úgy van megcsinálva az egész dolog, hogy 10 órakor kezdjünk el élni, ugye, meg álljunk be a tévé elé, és akkor gyakorlatilag ez biztos, hogy nem látjuk. Ugye? Tehát ilyen 4 órakor, fél 5-kor nem kelnek fel az emberek egy nap felkeltért, pedig nagyon fontos lenne. És este, tehát itt én évekig azt csináltam, hogy csak így belenéztem a felkelő napba, hogy mutass már a világot nekem. Az ember alázatos, akkor még hozzáteheti, hogy Uram. De ezek nagyon fontos dolgok. És este az ember belenéz a tükörbe, hogy így gondoltad? És ha nem, akkor nem fölköp azt talál, hanem egyszerűen javítja másnap a dolgait. És ha csak ennyit megtenne az ember, az már nagyon sok segítséget adna neki. A másik, amit megtehetne az ember, mindenképpen mezitláb kéne járni, legalább egy napi pár órát. Tehát teljesen ugye úgy működik az embernek a csakra rendszere, mindenki tudja, hogy van egy korona csakrája, van egy gyökér csakrája, kettő közt áramlik az energia, és ez az áramszedőnk, tulajdonképpen ez a földelésünk. Ha a földelésünk nem működik, akkor nem folyik bennünk energia. Tehát ezért van, hogy mindenki olyan, mint a mosott szarna. Nem járunk mezitláb, nem kapálunk, semmi kapcsolatunk nincs a földdel. Legalább annyi lenne, hogy néha megölelünk egy fát. De nem, hát erre nincs időm. Miért nincs időm? Hát mert hajtok az elektromos orszörtelenítőmért. Ezek annyira nevetséges dolgok. És az a baj, teljesen olyanok vagyunk, mint a benszülöttek, ugye, akiknek adogatták az üveggolyókat, és cserébe adták oda az összes értéküket. És nem veszük észre, hogy ezek üveggolyók. Pontosan úgy tervezik őket, ez hihetetlen, van most egy aranyos film az interneten, van egy 110 éve világító villanykörte, nem tudom, hányan látták ezt. Na most ebben valahol az a csodálatos, hogy meg lehet csinálni úgy egy villanykörtét, hogy 110 évig világítson, csak akkor ki fogja megvenni a következőt. Ugye? Ezért mesterségesen nekiállnak úgy gyártani dolgokat, hogy garancia idő plusz egy nap, és körülbelül eddig tart. És ezt mindennel így csinálják. Tehát nem csak a termékekkel csinálják így, meg a kocsikkal, meg az egyebekkel, hanem a gyógyításban ugyanez van. Nem ez a lényeg, hogy meggyógyuljál. Az a lényeg, hogy visszagyere. Tehát a lényeg a fogyasztás. Na most, ha az ember ebből az egészből kikapcsolódik, már pedig ki tud kapcsolódni, hogyan, minél nagyobb önellátással. Na most képzeljük el a következőt. De hát honnan lesz, mit tudom, hogy ivóvizem mondjuk? Egy példát hadd mondjak. Ma több ezer éve a föld alatt levő vizeket iszunk. Na most ezzel nem csak az a baj, hogy mit tudom én, egy 10 000 éves információ kerül belém, a víz az a legjobb információhordozó, ezért van homeopatikus szer, ezért van szentelt víz, stb. Nem csak ez a baj, a nagy baj az, hogy a víz az emberi szervezetbe oldószer, ezért van, hogy 80%-ig víz. Ha olyan vizet viszek be a szervezetembe, ami már nem tud oldani, akkor végem van. Akkor végem van, mert nem tudja kimosni a mérgeket. Hát ma már például olyan kutatások is vannak, hogy a nehézfém sok is távoznak a szervezetünkből, hogyan? Könnyekkel. Tehát például a nem véletlen könny, megkönnyebbülök, stb. Tehát a nehézfém sokat így teszem ki, de ha nincs bennem oldószer, nem tudom kitenni. Na most mi az, amit kéne inni? Hát ez a röhelyegy esővizet. Ez a röhelyegy esővizet. Nem tudom, hallottuk-e a desztillált vizes rákgyógyításokat. Ilyen csoda gyógyítások, ugye. Desztillált vizet adnak az embereknek, és ezzel tulajdonképpen felrobbantják ozmózissal a rákos sejteket. De mi a poén ebbe az egész rendszerbe? Az, hogy a desztillált víz, ugye az eső az eleve desztillált víz, plusz oxigéndús víz, plusz energizált víz, P-víz, Q-víz, mit tudom én milyen víz, amit vannak a piacon, az minden egybe az esővíz. Mi a baj vele? Mi a baj vele? Ingyél van, így van. Tehát ez a röhely, hogy az ember, ha rájönne ettől erre, hogy senkitől nem függök, a teremtő elém rakott mindent. Hát a teremtőnek nem kötelessége, hogy ellássa a teremtményét. Kiteszem a fiamat csóri akármivel az utcára. Hát nem teszek ilyet, és akkor a jó Istenről elhiszem, hogy ő meg képes rá, hogy így kitegyen minket. Nem tesz ki minket. Mindent körénk adott, csak észre kéne venni.
Csak amíg a plazma TV, meg a banánízű tampon, meg az elektromos orrszőrtejtő után kapkodunk, nincs időn gondolkodni. Ez a borzalmas, a mai világ úgy van megcsinálva, hogy nehogy véletlenül gondolkozni lehessen. Nincs rá időnk. Mindig elénk raknak valamit, hogy akkor válogassál lencsét meg babot, ugye? Aztán a szalag végén majd össze fogjuk keverni, de azt téged ne érdekeljen. Válogassad. Foglald le az agyadat, nehogy véletlenül gondolkodni tudjál. Na, tehát körülbelül amit lehetne csinálni, hogy mindenki valamilyen szinten kezdje az önellátást. Tehát például az ivóvíz az föld alatt gyakorlatilag korlátlan ideig el lehet tárolni az esővizet. Enyhén savas közeg, tehát beledobok egy-két mészkődarabot akár egy műanyag tartályba, és el tudom tárolni a vizet. És ezt kell inni, és egészséges maradok. Ugye ez van az élelmiszerekkel, ugye? Hú, megdrágultam, mit tudom én micsoda, nem tudom megvenni, ugye? És akkor most mindenki ilyen teljes transzban van, hogy mi lesz velem, ha. Na most hadd mondjam el, hogy ezek a szántóföldi, mai szántóföldi kultúrák, ezek gyakorlatilag semmit nem érnek. Tehát a Gödöllői Agrár Egyetemnek volt annak idején, 50-es években kezdődött ez a kutatás, és az 50-es évek óta nyomelemekbe, mikroelemekbe, vitaminokba van olyan szántóföldi kultúra, ami már század részét se éri el az 50-es évek belinek. Ez azt jelenti, hogy 100-szor annyit kéne együnk belőle, hogy ugyanazt az anyagot bevigyük. Na most itt megint mi van? Vagy az van, hogy elkezdek öko-bio-envirózni, ezzel az a baj, az egyik baj az az, hogy nem igaz ez az öko-bio-enviró. Aki jó van a biokontroll, jóban van a biokontroll KHT-val, az kap pecsétet, aki nincs jóban, az így járt, ugye? A másik, ami sokkal nagyobb baj, hogy a táplálékunknak élőnek kellene lenni. Ez azt jelenti, hogy például egy saláta az egy órán belül megsemmisül az égő élő anyag tartalma. De általában egy bármilyen leszakított gyümölcsnek, élelmiszernek egy napon belül megszűnik az élő anyag tartalma. Halott anyagokat veszünk magunkhoz. Tehát maximum az, ami régen is volt, ugye, hogy leszedik hajnalba, vagy leszedik előző este, piacra viszik, és ebédre már az asztalomon van. Tehát ez a maximum, amit lehetne csinálni egy növénnyel. De az igazi az az lenne, hogy igen, legyen otthon egy kis salátám, egy kis retkem, egy kis krumplim, és ezek nevetséges dolgok, ez pár száz kiló fejenként, tehát körülbelül egy olyan 600 kiló termény fejenként ennyi kell egy embernek. Ennyi kell egy embernek. Na most legyen aranyárba az a 600 kiló, még akkor is ez egy megvehető dolog. De ezeket elő lehet állítani. A másik, a vadnövények. Tehát régen ugye vándoroltak az emberek, és nehogy azt higgyük, hogy ez úgy nézett ki, hogy bementek minden 20 percbe egy McDonald'sba, ott megkajáltak, stb. Tehát régen tele voltak gyümölcsfákkal ültetve az utak mente. A mai napig azért jó pár helyen, ilyen eldugott helyen, ahol még nem értek rá kivágni a fákat a közútkezelő KHT-sok és ellopni, azok még ott vannak az utak mentén. De nem csak ezt tettek, nem csak gyümölcsöt, ez ilyen desszert volt az evés után. Hát gyakorlatilag minden ehető, csalán, baromi jó főzelékeket lehet belőle, csalátákat, tyúkhúrbor, gyermekláncfűből, stb. Ezeket ma egyáltalán nem használjuk. Pedig ezek teljes értékű tápanyagok. Tehát ezek nem egy szántóföldi kultúrában úgy készültek, hogy egymás elől lopjuk el a nyersanyagokat, hanem ott Isten szabad ege alatt a többi növénnyel kölcsönhatva teremtik meg a testüket. És gyakorlatilag ugyanígy az állatokat föl lehetne nevelni. Hát most azért nem tudom, régen egy faluba volt legalább egy pár száz tehén, egy pár ezer juh, pár tízezer csirke a portákon, ugye? És ezt miért hagytuk abba? Azon kívül, hogy valaki elmondta nekünk, hogy ez nem gazdaságos ma már, ugye? És ezeket vissza lehetne állítani. És ez valahol nevetséges, hogy amit régen egy birka, ugye régen birkák legelték az árokpartokat, meg azok vágták a füvet a faluba, most ilyen burrogó fűkaszával munkanélküli emberek. Egy ember végzi egy birkának a dolgát. Tehát ez nem tűnik föl senkinek. És ezeket a dolgokat kéne újra végig gondolni, újra gombolni a kabátot, megkeresni azokat az embereket, akik valóban egy közösséget szolgálni tudnak. Tehát ez azt jelenti, hogy régen is úgy volt, hogy egy bíró
az abból a hatalomból élt, amit az emberek önként lemondtak a hatalmuk egy részéről, hogy te ezt jobban csinálod. Úgy kéne csinálni, mint régen a kalákát csinálták. Ki vezetett egy kalákát? Egy építő kalákát. Fölépítünk egy házat. Ki vezet? A kőfaragó az megfaragta az alapnak a köveket, ugye? A kőműves vezette, tehát ő vezette a kalákát, amíg az alap el nem készült. Utána a falazat jött. Ezt már a kőműves csinálta mondjuk. Ez megint ő vezette a kalákát. Odaértek a tetőz, az ácsok vezették a kalákát. Tehát mindig az vezette a közösséget, aki értett hozzá. De még a székely rendtartásban is benne maradt, hogy van egy hadnagy, aki háborús időkben, mert ugye a székelyek elég sokat háborúzgattak, tehát határőrök voltak. Háborús időkben a hadnagy vezette a falut. Békeidőben a bíró vezette a falut. Most meg ki vezeti a falut? A politikus, aki általában semmihez nem ért. És ezek a dolgok fognak nagyon rövid, egyszerre következő lesz, rá kényszerít minket a teremtő, a természet, hogy újra a szabályai szerint éljünk. Tehát amit ma látunk, teljesen mindegy, hogy Japánban vagy a szomszéd faluba, ezek nem normális viselkedései a természetnek. Tehát ha elrontok egy önszabályzó rendszert, akkor először mindig a finom szabályzással lesz baj. Nem lesz ősz, meg nem lesz tavasz például. Nem lesznek átmeneti állapotok, mert csak billenni tud a rendszer ide-oda. És ez már elkezdődött. Na most, rendben van, én gyönyörűeket mondok, ugye, éljünk az erdőből, lakjunk a természetbe, az igényeinket csökkentsük le, de van az egészbe egy olyan dolog, hogy de mit szózzá az anyósom, mit szózzá a szomszédom, stb. Na most erre szeretnék egy nagyon jó példát hozni, és ez lesz a befejezés az előadásnak, hogy miért nem működik ma az EU. Ugye az EU-ról annyit kell tudni, hogy a Gibraltártól az Uralig terjed az európai térség. Ugye? Na most ennek a kellős közepébe van ennek a térségnek a Kárpát-medence. Na most Európa ma arról szól, hogy van egy, tehát most az Európai Unióról beszélek, tehát nem a teljes Európa, az arról szól, hogy vannak ilyen törvények, mondjuk, hogy szegény malacnak adjunk gumilabdát játszani, hogy ne érezze magát egyedül. Csak sokkolóval lehet megölni kábítás után, stb. Tehát ilyen, de lehetne folytatni ugye egy ilyen pincébe vagy garázsba épített ABC-n legyen egy külön kijárat és bejárat. Ugye? Tehát tele van ilyen teljesen agyament betarthatatlan törvényekkel az EU. És ebbe fuldoklik a saját bürokráciájába, a saját lábába botlik el az EU, és felmerül mindenkibe a kérdés, hogy miért, hogy jöhetett létre egy ilyen szörnyszülött. Ugye? Olyan egészségügyi előírásokkal, ugye, hogy a hentesnek még akármilyen is inoxból kell legyen, de azért hozzuk be ezt a sok szemetet mindenhonnan a világból. Ömlik be a szemét. Tehát az az ország, aki valaha az egész világot ellátta egészséges élelmiszerrel, Amerikába vittünk ki javítóbúzát, egyebeket. Az most itt teszi Európa szemetét. Na most hogy alakult ki ez az egész? Megint a józan paraszti észre szeretnék appellálni, tehát még egyszer a központ, a középpont az itt van. Ugye? Akkor, hogyha azt mondjuk, hogy az Európai Unió központja Brüsszel, akkor el kéne kezdeni vakargatni a fejünket. Hogy mit is mondtál, hogy a középpontja Brüsszel? Normális vagy? Na most ez egyszerűen egy rendszertechnikai kérdés, aki rendszerelméletekkel foglalkozott, az első alapszabály, egy rendszer csak középről vezérelhető. Pont. Ilyen egyszerű az élet. Nem lehet máshonnan vezérelni. Miért? Azért, mert csak a közepében van a teljesség. Tehát gondoljuk el a következőt. Mondjuk működjön úgy, mint a zodiákus, ugye? A teljes évkörben minden benne van, ugye? Mind a 12 minőség. Ebbe már nincs benne mind a 12 minőség egy szegmensben, ugye? Tehát ebben mondjuk, ahol Brüsszel van, ebbe csak ez a minőség van benne. És ezekről nem tud semmit. Ezért vezérelni se tudja, vezetni se tudja, szabályozni se tudja. Na pontosan ez a baj az EU-val.
És addig nem fog működni, amíg a középpontjába vissza nem kerül a vezérlés. Ilyen egyszerű az élet. Na most akkor nézzük meg, hogy velünk mi a baj. Mi miért csinálunk olyan dolgokat, amiket nem kéne megcsinálni, és nagyon jól tudjuk, hogy nem kéne megcsinálni. Itt van az embernek a csakra rendszere, 7 darab csakra van, ugye? A korona csakrától a gyökér csakráig, 7-es csakra van. Mi ennek a rendszernek a központja, a középpontja? A szív. Akkor miért ez vezérel minket? Miért Brüsszel vezérel minket? Nem tudom, értjük ezt. Egyszerűen az van, hogy a szívünkre kéne hallgatni, pont. És ha ezt elmondtam volna, az egész előadást elmondtam volna. Mert ennyi a baj ma a világban, hogy senki nem hallgat a szívére. Miért? Mert tele vagyunk hibás tudással, kötelező oktatás, tele van a lelkünk mindenféle mocsokkal, azért, mert nem mondhattuk ki a dolgokat, azért, mert hazudoztunk, és nem azért, mert ilyen emberek vagyunk, hanem azért, mert ránk kényszerít minket egy világ. Úgyhogy, ha valamilyen szinten ezt nem tudjuk megoldani emberként, és ezt nem tudjuk megoldani EU-ként, akkor bukásra vagyunk ítélve. Bukásra vagyunk ítélve. Akkor megyünk a lecsóba. Ennyit szerettem volna elmondani, meg azt, hogy sok sikert, hogy a központ visszakerüljön a helyére. Köszönöm szépen a figyelmet! Amennyibe Kínából akarjuk magunkat önellátni, akkor jó. Tehát én egy megoldást látok, az, hogy mindenből legyünk önellátóak. Kínával megmondom, mi a baj, tehát hogyha az egész európai térséget vagy eurázsiai térséget felrajzoljuk, akkor ez egy ilyen bipoláris rendszer. Tehát van a Kárpát-medence, van a Tarim-medence, és ezek a középpontjai. És itt a peremeken vannak a szélsőségek. Tehát itt a Romnak a birodalma, ez a római civilizáció, itt meg a Kínnak a birodalma, ez a kínai civilizáció. A római birodalom az túl aktív, tehát az mindenhez hozzápiszkált, mindent szétvésett, mindent felépített, Kolosseum, hatalmas dolog, Akropolis, ugye, görögök, hatalmas dolog, de ez mind szemét. Ez mind szemét. Ez a birodalom, ez egyfolytában szemetet gyárt. Ez meg egyfolytában kínlódik, mert túl passzív. Tehát ugye ne csináljunk semmit, abból nem lehet baj, ismerjük ezt a keleti mentalitást. És egyfolytában kínlódik, és most is 5 centes pólókat gyártanak. Pont emiatt. Tehát mindig meg kell találni az egyensúlyt mindenben. Az élet az maga az egyensúly. Tehát én ezt nagyon rossznak tartom, hogy eddig csak a rom volt jelen a Kárpát-medencében és a romosítás, most már kínlódás is itt lesz, de hát ebbe az irányba megyünk, eladtuk magunkat. Nagyon jó kérdés. Ez a kulcsa az egésznek. Nézd, az idevívő folyamat az egy lassú valami volt. Tehát szép lassan ellopkodtak tőlünk mindent. Tehát a visszavezető folyamat se lehet. Tehát én ennek nem vagyok híve, hogy valaki most kiköltözik egy jurtába, családdal, amikor azt se tudja, hogy működik egy jurta, azt se tudja, hogy a jurtát az állatok fűtötték, ugye, amiket beengedtek, vemes állat, meg szopósborjú, ezek fűtötték a jurtát. Tehát nem tudunk annyit egy lépcsőbe visszamenni. Egyáltalán ez a visszamenetel, ez az időkerekét nem lehet visszaforgatni, stb. Ezek nagyon nagy baromságok. Hát, hogyha beveszek egy mérget és kihányom, visszahányom, azzal visszaforgattam az időkerekét. Szóval szépen lassan le kell tenni ezeket a mérgeket. Az első ilyen méreg az a munkahely. Tehát ez egy baromi nehéz lépés, és főleg most, mert most nagyon ezt a pókhálót, ezt nagyon megerősítették. Tehát ugye nem véletlen, hogy most lépett föl érdekes módon ez a svájci hitel, stb. Tehát ez nagyon nehéz, de el kell kezdeni. Tehát akár azzal, hogy akkor csak 4 órás munkahelyem legyen, vegyek vissza az igényeimből. Tehát nem biztos, hogy egy 200 négyzetméteres ház kell nekem, ahol kerülgetjük egymást, ott naponta, vagy hetente egyszer találkozom a fiammal, meg a gyerekkel, mert akkora a ház, hogy se kifűteni nem tudom, se takarítani nem tudom. Tehát ezek, van egy alapszabály, hogy minden, amit birtoklok, az engem birtokol. Azért, mert az én teremtményem. Tehát nekem kell
energiával eltartanom. Tehát ha veszek egy kocsit, akkor azt nekem kell tankolni, adózni, éjszaka ötször kinézek az ablakon, hogy megvan-e még, tehát viszi irdatlan mennyiségű energiát viszel. Na most a paraszti kultúrában volt egy nagyon érdekes dolog, csorba, bögre, edény, stb. Nem lehetett a portán. És ezt nagyon sokáig nem értette, hogy miért nem. Most 80 hektáron gazdálkodok, és nekem is van egy csomó csorba, edény, tehát ilyen féltraktorok állnak ott, meg tele van rommal az egész, és valahányszor ránézek, viszi az energiámat, de kegyetlen, hogy a rohadt életben meg kéne csinálni ezt a dutrát, 3 éve felé se néztem. A francban még mindig nincs lerozsdátlanítva ez a vacak, pedig már itt van 5 éve. Na most ezektől kell megszabadulni. Tehát fel kell adni a teremtményeimet, tehát végig kell gondolni, hogy mit tudom én, ha lenne még egy hetem hátra az életbe, akkor mit csinálnék? Ez a legfontosabb, mert ez, érted? Tehát akkor biztos, hogy nem azon agyalnék, hogy hogy lehet a nap 24 órájában a másik embert átverni, mert mondjuk vállalkozó vagyok. Hanem akkor a családommal foglalkoznék, a barátaimmal, a szeretteimmel. Tehát nem kérdeztétek meg az alapkérdést, hogy ha másfél órát dolgoznak naponta, akkor mit csinálnak a nap többi időszakában? Élnek. Játszanak. Érdekes például. Mi nem játszunk, tehát Batka Peti, majd vele beszéljetek, mert ő Felvidéken él, és ő kilépett a munkahelyéről, ő gazdálkodik, tehát én már őt meghűítettem, úgyhogy ő már kiszállt a rendszerből, de szeretnék nagyon sok embert meghűíteni ezzel az egésszel. Szóval az a lényege az egésznek, hogy ha az ember elkezd a szívére hallgatni, tehát vannak ilyenek, hogy az első gondolat a jó gondolat, ugye? Nagyon kéne nézni, tehát mindig jön egy környezeti lökés, van rá egy válaszom. Az első gondolatra kéne figyeljek, mert azt még a szívem sugallja, utána elkezdi az agy felülírni. Aztán van egy ilyen, hogy az első gondolat a jó gondolat. Nagyon fontos, reggel, amikor fölébredek, ami eszembe jut, hogy aznap mit kéne csinálni, a többit takarítsam le a francba, és azt csináljam. Aztán mindig van egy teszt, amin át kell mennie minden tettemnek, hogy ezt most mi táplálja ezt a tettemet, ezt a válaszomat, a szeretet vagy a félelem, mert ez a két erő van a világban, nincs más. Ez egy poláris világ, és ez a két erő működteti. Tehát ha ezeket az ember megcsinálja, akkor szépen lassan el lehet indulni visszafelé, vagy inkább azt mondom, hogy hazafelé. Mert ezt, hogy menjünk vissza, ez nem egy jó érzetű dolog, de azt mondom, hogy kóboroltunk már eleget, fáztunk eleget, voltunk már boldogtalanok eleget, most már menjünk haza. És ez lenne a hazatalálás, hogy valahol találjuk meg ezt a környezetünkbe, a szívünkbe, a családunkba, ezt az egyensúlyt, ezt a harmóniát. És ezt meg lehet találni, kicsi kis lépések, legyen egy veteményesem, ha, mit tudom én, ilyen tömbházban lakom, akkor legalább legyen egy mit tudom én, fűszereim legyenek ott a balkonon, vagy a konyha ablakban. Tehát el kell kezdeni visszafele a természethez. Hát a természet azért van előttünk, hogy tanítson minket, de hát ha soha nem vagyunk a természetben, hogy tanuljunk? Tehát ha az ember leéli az életét a gipszkarton között, akkor nem fog menni neki ez a dolog. Tehát kicsi kis lépésekbe ezt tudom javasolni. Szerintem ki lehet, de ez már egészségtelen méret. Tehát régen egy tanya, tehát először is annyit kell tudni, hogy a Kárpát-medence egyötöde élt tanyán a háború előtt, és a Duna-Tisza közén ez egyharmad volt. Minden harmadik ember tanyán élt. És olyan emberek kerültek ki a tanyavilágból, mint Szent Györgyi Albert, aki egy tanyasi iskolába tanult. Szóval nem egy reménytelen dolog. Az a lényeg, hogy a tanya az egy önellátó egység, az körülbelül 5 hektár volt Magyarországon egy jellemző tanyaméret. Tehát 5 hektárról minden megtermelt, ezek ilyen 20 fő körüli családok. Mert körülbelül 10 fő volt a család, és akkor ilyen szegény rokon, cseléd, béres, stb. Tehát 20 fővel lehet számolni. Tehát 5 hektár nagyon kényelmesen eltart 20 főt. Na most vannak olyan gazdálkodási módok, amik régen is megvoltak, csak ma tudatosak lettek. Például ez a permakultúra. Ez arról szól, hogy ha megfelelő módon ültetek egymás mellé növényeket, hogy azok erősítsék egymást, tehát az egyik mondjuk felhúzza a vizet 50 méterről, a másik összegyűjti a nitrogént,
a harmadik mit tudom én mit csinál. Tehát ha ezeket össze tudom válogatni, akkor viszonylag kevés munkával, tehát van egy ilyen film az interneten, hogy a jövő farmja, érdemes megnézni. Tehát ott leírja, hogy gyakorlatilag egy ilyen 10 napot kell egy évbe dolgozni magával a farmal, és a többi az pedig csak a szüretelés. Na most elérhető lenne egy ilyen önellátó valami 5 hektáron. Úgyhogy az embernek minden legyen meg a tüzelőtől az élelmiszeren át az állatokig, minden. Tehát, tehát az euróról annyit kell tudni, hogy ez egy háló. Ez egy hatalmas méretű pókháló, és a pókhálón két módon lehet átjutni. Vagy elég erős hozzá az ember, vagyis hát nem az ember, hanem az áttörekvő valami, és akkor átszakítja. A multik ezt csinálják. Tehát nekik hót mindegy, hogy milyen EU-s jogszabályok vannak, akár élelmiszeregészség, akár bármi, azok mennek, azt mindent szakítanak. A másik mód, hogy az ember legyen elég apró, és akkor átmegy a háló szálai között. Tehát én azért javaslom ezt a önellátást kicsibe. Ne lássa az állam, ne legyek se alapítvány, se KFT, semmit tudom én micsoda, nyomom se legyen. Nyomom se legyen, mert abban a pillanatban, hogy rám kerül egy vonalkód, hát ez érdekes volt, nekem azért vannak állataim, tehát van szürkemarha, racka, mangalica, és addig-addig szólongatott a megyei állatorvos, hogy most már jelentsen be, mert ez most már túl sok ez az állat, mondom, jó, jelentsük be. Ja, mondta, hogy hát csak egy nyomtatványt kell kitölteni, majd ő kitölti, jó, töltsük ki. Most onnantól kezdve Jútenyésztők Egyesülete, Szarvasmarha Tenyésztők Kamarája, mit tudom, hogy micsoda, küldik egyfolytában az izéket, hogy ezt fizessen be, azt fizessen be, amazt fizessen be. És a legszebb, én akkor gurultam be, Lajta Hans, vagy várjunk, hogy van ez? Nem. Igen, ilyen vízgazdálkodási társulat, ott Nagykáta és környéke vízgazdálkodási társulat. Most annyit kell tudni, hogy gyakorlatilag egy sivatagot vettem. Tehát az a helynek a neve, amit megvettem, hogy száraz hegy, és tüzép minőségű homokból áll. Tehát 6 aranykoronás homok. Na most nekem ilyen vízgazdálkodási ízét fizetni, hát ez elég durva. És sajnos ez a pókháló ez erről szól. Tehát gyakorlatilag ebből ki kéne szállni. Na most másik, hogy erről a támogatásról megint azt kell mondjam, hogy aki oda nyújtja, vagy aki kiáll a négyes, az tartsa a farát. Tehát, hogyha valaki fölveszi, az számoljon vele, hogy egyfolytában ellenőrizni fogják, mindenért meg fogják büntetni, stb. Na most ráadásul azért ezek úgy működnek, ezek a támogatások, ez úgy működik ez a támogatási rendszer, hogy ellopnak 100 forintot tőlem, amit bármire fordíthattam volna, ugye? Bármire. Ha akarok, elmegyek kuplerájba vele, ha akarok, akkor a gyereknek veszek nyalókát. És ebből visszaadnak, ahogy én számoltam, körülbelül 10 forintot, címkézve, hogy ebből csak német bádog úszónadrágot vehetsz. Pont. Tehát körülbelül így működik ez a támogatási rendszer, de ami a még durvább az egészben. Tehát a közösséget mindig a közös célok tartották össze. A közös célok. Tehát ha falunak kellett egy templom, akkor összefogtak az emberek, válla válnak, és felépítették. És ettől felépült a közösség is. Most ezeket a célokat veszik el. És akkor kapunk EU-s szökőkutakat, ugyebár kapunk, mit tudom én miket, csupa ilyen baromi fontos dolog. Hát enélkül, hogy egy faluba ne legyen középen egy szökőkut, ami egy halom vizet fogyaszt, meg energiát, meg minden, enélkül nem lehet élni, ugye? Viszont már a kék kutak nem működnek sehol az országban. Azokat már lezárták, aminek tényleg lett volna értelme. Tehát ez a 100 hektár, ez én úgy érzem, hogy túl nagy falat. Nekem is ez a 80, ez nagyon sok, de ez nem, tehát ez egy falunak készült eleve. Tehát arról volt szó, hogy ide emberek fognak jönni, családok fognak jönni, és megpróbálunk együtt úgy élni, mint régen. Hát nézd, az a helyzet, hogy amíg a falból fog folyni a melegvíz, nem fognak ide jönni az emberek. Tehát ez már látszik. Tehát azért a lustaság az nagyon nagy dolog. Az nagyon nagy dolog, tehát amíg nem zárnak be a Tesco-k, addig az emberek nem fognak más utakra térni. Tehát nagyon sok próbálkozást látok, tehát nagyon sok fiatal költözik ki falura, és ez nagyon jó. Sőt, általában tanyára, nem is falura.
És az is nagyon jó, hogy most már ilyen bokrokba próbálnak lemenni. Tehát nincs az, mint régen, hogy fogta értelmiségi, budapesti értelmiségi eladta mindenét, és akkor elment egy tanyára, ahol persze 5 perc alatt kiderült, hogy semmi ez nem ért. Ugye, ami fontos dolog lenne, azonnal mindenit szétlopják, ellenséges a környezet vele szemben, mert nadrágos emberről van szó. Tehát azért ma már úgy csinálják, hál' Istennek, hogy együtt mennek. Egyébként mi is, hát amikor oda mentünk, hát az döbbenetes volt, hát mi voltunk a szektások, ugye? Tehát nem értették, hogy mi az, hogy ebédnél imádkozunk, meg sok mindent nem értettek, meg egyáltalán minek megyünk oda, meg mi az, hogy nincs villanyunk. Hogy lehet ilyen barbár módon élni? Mert nálunk ugye ez a ház a mi házunk, se villanyunk, se gázunk, tehát mi igyekszünk a közművektől olyan távol elhelyezkedni, ahol csak lehet. És utána a második az már, amikor úgy megismertek minket, meg elkezdtek kijárni, meg kihozni a gyerekeket, mi voltunk a bucka lakók, ugye? És most ez a harmadik fázis, hogy nagyon szeretnek minket, mindenben segít a falu, és jönnek ki az emberek. És ez nagyon jó. Nagyon sokat gyógyítunk. Tehát ilyen gerinc sérftől a rákig mindent, és ezt azért a falu valahol meghálálja. És jönnek, hál' Istennek. Jönnek, már megszűnt ez a rivalizálás. Hát nincs mit rivalizálni. Hát nem elférünk. Hát mit tudom én, van vagy 20 000 hektár a falu határa, hát az a 80 hektár, az se nem most, se nem szoros. Tehát most már azért jó. De visszatérve a kérdéshez, tehát egy pár, tehát most jött ki az első család, aki már elkezdett építkezni rajtunk kívül. Mert általában egy olyan 8-10 ember van ki fixen, ennek az öme az ilyen gyakornok, tehát aki kijött, mit tudom, hogy meg akar tanulni, kemencét fűteni, kenyeret sütni, gazdálkodási dolgokat, állatokkal kapcsolatos dolgokat. De nem könnyű ez a játék. Nem könnyű. És vert falu ház, tehát teljesen hagyományos vert falu házak vannak, már ebből egy 3 darab van. Igen, igen. Hát ennél olcsóbb, jobb építőanyag. Hát hadd mondjam el azért, hogy az én házam az azt mondja, hogy 12x6 méter az alapterülete magának a háznak, plusz a nyári konyha, és ez, ha kész lesz, akkor egy durvá olyan 1,2 millió forintba fog kerülni. És nem OTP hitelre, és nem 50 évre a gyerekeimet fogom eladósítani, hanem meg lehet ezt csinálni. És azon kívül ezekről a vert falu házakról annyit kell tudni, hogy hihetetlen jó hőszigetelő, hát azt mindenki érzi, amikor benn van egy ilyen házban, hogy mennyire más, mint kint van 40 fok, benn van 25 fok maximum. És ezt megint ilyen kis egyszerű, tehát megint ilyen józan paraszti eszes tükkök, ugye, hogy például pusztán az, hogy egy tornáca van a háznak, ugye? És a magasan fekvő, tehát idáig tud besütni a nap, tehát innentől idáig tud besütni a nap. Tehát a reggeli nap, illetve a téli nap az be tud sütni, eleve, hogy tájolva van, ugye? Tehát erre van dél, erre van észak. Az északi falat nem bontották meg. Tehát azt mondták a parasztok, hogy északról csak a nyirok jön és a sötétség, és teljesen igazuk van. Tehát ez sosincs bontva ez a fal. A déli falon pedig, ha e fölé emelkedik a nap és nagyon sütni, azt nem engedi be egyszerűen ez a rendszer. De aztán vannak ilyen trükkök, hogy például nem voltak szigetelve ezek a házak. Tehát most csinálunk csak ilyen óriási problémát, hogy mivel szigeteljünk. Nem volt szigetelve, hanem ugye volt valamilyen tégla alapja, egyáltalán nem volt rajta szigetelés, és ez azért volt jó, mert nyáron ugye a kapilláris jelenség miatt fölment a falakba a víz, és ott elpárologtatta egyszerűen, és emiatt is volt ilyen jó hatása ennek az egésznek. De hát ezer egy trükk van egy parasztházban, amitől az használható lett. És tulajdonképpen ez a röhely, hogy most mutatok egy olyan épületet, az Alföldön nagyon sokat használtak ilyet, meg a honfoglaló magyaroknak is ilyesmi épületei voltak, és egy pillanat alatt elő lehet állítani. Tehát kiváljok itt egy gödröt. Ez egyszerűen mindenféle, hát ha van kedvem, időm, lehántolom, ha nem. Ezek mit tudom én, akácoszlopok. Itt van egy kis patka, itt van egy mélyedés. Ide ezt letéglázom, vagy ezt ledeszkázom, tehát ilyen hajópadlószerűvel ezt letéglázom, ezt megint ledeszkázom.
Most itt van a tűzhely, itt van a járkálós rész, tehát egy ekkora házban meg lehet ezt csinálni, így kiadjuk körülbelül egy métert az oldalakon. Azokon az oldalakon tudok pakolni, azok ott polcok, azok ott konyhaeszközök, az ott mi a fenék, fekhelyek. Itt járkálok, itt van a főzés, stb. De most egy ilyen, ja, hát a fedése az pedig egyszer zsuppal. Tehát bármilyen szalma, ugye, ha normálisan ratom le a szalmát, tehát nem géppel, meg nem szétveri, hanem kézzel, akkor egyszerűen ilyen kévékkel ezt befedem. Ez volt a zsupolás régen. Zsupolás, és akár jöhet rá föld is. Tehát ennyi egy épület, ez körülbelül egy hónap alatt bárki meg tudja csinálni. Bárki. Ezt csak azért mondom, hogyha valakit nagyon kilakoltatnának, akkor nem, tehát ezek nem katasztrófák. Azt kéne megérteni az embereknek, hogy minden értünk van. Tehát ez a válság is értünk van, és pontosan arról szól, hogy változzunk. Egyszerűen annyira bele tespettünk a langyos vízbe, mint a disznó, akit nem lehet kiajtani, ugyebár a... Mit csináltam? Jaj, köszönöm szépen. Tehát egyszerűen arról szól, hogy túl kényelmes ez a világ, így nem tudunk változni, nem tudunk fejlődni, az élet maga a változás. És ez a döbbenetes, hogy én természettudósként annyit láttam ebből a világból, hogy minden a világban azt a célt szolgálja, hogy az élet számára, az életnek optimális körülményeket nyújtson. Tehát például ez, hogy a Földnek van egy olyan hőfok szabályzó rendszer, egy hőmérséklet szabályzó rendszere, hogy hiába a nap már csak kétharmadát adja le a teljesítményének, és mégis egy fokon belül ugyanaz a Földnek a hőmérséklete. Mert egyszerűen olyan, ez a szén-dioxid ciklussal, meg az eltárolt szén, meg olaj mennyiségével szépen szabályozgatja ezeket a dolgokat. És minden beáll úgy, ez olyan, mint egy akvárium, ugye? Van egy kis akváriumom, akkor állandóan etetgetni kell, pucolgatni kell, töszörögni vele. Minél nagyobb az akvárium, annál stabilabb, annál kevésbé kell hozzányúlni, és van egy kritikus érték, és onnantól kezdve ilyen ökosztázis lesz az egész. Egy olyan rendszer, hogy már nem kell hozzáérni. És ezekre a rendszerekre lehet számítani, ezek működnek, minden működik. Tehát olyan öngyógyító rendszerek vannak az emberben, hogyha nem piszkál bele egy orvos, egy pillanat alatt meggyógyul. És ezekre kell rá találni, ezeket kell újra felfedezni. Tehát ami nagyon fontos tudás, az úgy érzem, hogy a paraszti gazdálkodói tudás, tehát az a növény, állat, csillagok járása, erdő, stb. A gyógyító tudás nagyon-nagyon fontos. Tehát nem sokára nem lesznek gyógyszerek, nem lesznek kórházak, és azért csak kéne gyógyulni. Most általában körülbelül minden ilyen bonyolult, mint ez az almaegyzetes dolog volt. Tehát, hogy minden egy pillanat alatt rendbehozható, nagyon egyszerű eszközökkel. Az egész népi gyógyászatnak az volt a lényege, hogy semmi olyat nem használt, ami nem volt meg a kamrába, a konyhába, a ház körül. Semmi extra dolgot nem használtak. És mégis mindent tudtak gyógyítani. És olyan dolgokat is, amit ma már nem tudunk, veszettséget, egyebeket, ezeket lazán gyógyították. Hát veszett orvosoknak hívták őket. Tehát egy falu felbérelt egy ilyen embert, és ez veszett orvos, az a környéknek az összes veszett jószágát rendezte, meggyógyította. Meg kell nézni, egyébként van egy nagyon fontos könyv, nagyon jó lenne, mindenki elolvasná, ez a Kassai Kódex. Mi annak a rendes neve? Igen, valami. Sámán Perek Magyarországon, igen. Na most az 1100-as évekből származó perek, és ebben az a durva, hogy 1100-as években már az úgynevezett királyi fizikusok, ezek az EU szakértők már akkor benn voltak az országban, és ezek perelték a ingyen gyógyító táltosokat. Miért? Hát mert rontották az özletet. Na egyébként már ott megvan, hogy pestist, veszettséget, minden gyógyítottak, nincs gyógyíthatatlan betegség, hát ezt felejtsük már, ezt a baromságot. Ez ebből az orvosi szemléletből jön ki, hogy az ember az egy ilyen bolyult mechanizmus, majdnem azt mondja, hogy gép, ami állandóan elállítódik, elkopik, stb. De hát ezek röhelyesek, hát az élő rendszernek nem tudnak elkopni, hát ez nem egy ceruza egy. Hát ez is, amit ma csinálnak, hogy évekig állnak sorba ilyen csípő protézisért, ami ennyivel rendezhető lenne. Egy élő rendszer az hogy tud megsemmisülni, ha nem tud elkopni? Mit gondolunk? Úgyhogy már nincs rá szükség. És ezért lebontja a természet. Tehát például, hogyha nem használom a lábamat,
azt úgy fogja fel a szervezetem, hogy hát itt van ez a kétszer 20 kilós nagy darab izé, combcsont, fűtöm, emelgetem, mi a fenének, ha úgyse használom. És elkezdi lebontani. Elsorvad és lebontja. És ugyanez van ezekkel az ízületekkel. Hát ennyi munka, hát körülbelül ennyi, hogy kitotyogok a kocsihoz, ugye beülök, bum-bum-bum, munkahelyemen megint totyogok a liftig, bum-bum-bum, és ennyi a mozgás. Nem mozgunk. Tehát természet, amire nincs szükség, az bontja le. És ez egy nagyon tanulságos dolog, mert ez emberre is igaz, sőt nemzetre is igaz. És ezért kell újra a helyünkre kerülni, és a helyünk pedig a mag népeként, a maguraként, a magyarként, a magerőként egyértelműen az, hogy az életet szolgálni és továbbvinni. És ha ezt fogjuk csinálni, akkor az Isten a fenekünk alá nyúl és végre fölemel minket. Ha meg tovább bódulunk bele ebbe a szarba, amiben élünk, akkor végünk van. De akkor meg ne csodálkozzunk. Ugye a magyar történelem az a turulról szól. Nektek is itt van a zászlótokon. Tehát a turul az a fénymadara, az a felemelkedés madara, az a szárnyalásnak a madara. És eljött a magyar történelembe egy olyan pont, amikor kihal az utolsó Árpádházi király, kihal a turul dinasztia, és megjelenik egy másik címerállat. Ami már sokkal rondábban repül, fekete, csúnya madár ez a holló. De ott van a csőrébe a nap. És azóta ezt az időszakot éljük. Tehát mi ezek a hollók vagyunk. Tehát a mi életünk az nagyjából egyidősök vagyunk. Arról szólt, hogy húzzuk meg a nadrág szíjat, arról szólt, hogy jövőre jobb lesz. Arról szólt, hogy fejlődünk, egyre előrébb megyünk, stb. Tehát a mi életünket úgy elkúrták, ahogy azt lehet. És ez nem egy tragédia. Ezt odafönn mi vállaltuk, hogy a kritikus időben, a kritikus gólnál mi jövünk le. De ha mi nem építjük meg a fészket a gyerekeinknek, a következő generációnak, akkor itt semmi nem lesz. Hadd mondjak egy példát. Tehát a turul az ugye valahol a kerecsen sólyommal szokták azonosítani, és egy olyan 10-15 éve majdnem kihaltak a kerecsen sólymok Magyarországról. És úgy mentették meg őket, hogy a budapesti állatkertből az utolsó holló, tehát volt egy csomó holló, az is egy ilyen fogyóeszköz volt akkor már nagyon, és a hollókat kitelepítették a Pilisbe érdekes módon. És elszaporodtak a Pilisbe a hollók, és ahogy elszaporodtak a hollók, elszaporodtak a kerecsen sólymok. Miért? Azért, mert a kerecsen sólyom nem tud magának fészket rakni. Hollók fészkébe rakja a tojásait. És nem tudom, akinek van füle hallásra, ez a dolgunk. Értitek? Tehát mi már, szóval minket leírtak. Magunk is leírtuk magunkat, az az igazság. De egyet még megcsinálunk, hogy nekik teret adunk. Tehát, hogy kinyitjuk nekik a teret, hogy gyerekek, mi már nem tudtunk repülni, meg kalitkába éltük az életünket. Fiam, ezt tudom a világról, meg ezt. Hát én azt mondom, hogy ha én annyit kaptam volna tudásba az apámtól, mint amit én adok a gyerekeimnek, vagy én adtam a gyerekeimnek. Két felnőtt fiam van, meg ez a prünty. Két felnőtt fiam az 19, meg 17 éves. Nagyon sokat tudnak erről a világról. Azért, mert én amit kibogaráztam, hogy mi a valódi világ működése, azt mindig elmondtam nekik, és hál' Istennek érdekelte őket. És ők már azokban a pofonokban nem fognak beleszaladni, amikben mi beleszaladtunk. És ha mindenki ennyit megtesz, akkor előrébb lesz a világ sokkal. Tehát nekünk ezt kéne csinálni, mi nemzet is ezt kéne csinálni. Nem egy angol aggyal vagy egy francia aggyal nem lehet rájönni, hogy mi a baja a világnak, mert panelekbe gondolkodik. Mert nincs benne a teljesség, tehát nem lát. Pusztán nézzétek meg a nyelvet. Tehát ugye a magyar nyelv az úgy néz ki, hogy 24 más hangzó van, 14 magánhangzó van. Ez pontos a zodiákusnak a 12 eleme, meg a 7 bolygó rendszernek a 7 eleme. Ha ez hiányzik egy nyelvből, az nem tudja a teljes világot modellezni. És minden nyelvből hiányzik pár betű. Tehát nem lehet tőlük várni azt, ami a mi dolgunk lenne. Tehát nem véletlen, hogy a gyufától a hidrogénbombáig mindent mi találtunk ki, de ez csak a petting.
ez a felkészülés arra, hogy majd valamikor az egész világot nekünk kell rendbehozni. És akár tetszik, akár nem, ez a feladat. Itt lehet izélni, hogy jaj, de mi kicsik vagyunk, meg mit tudom én mi, de belülről nagyon jól tudjátok, hogy igazam van. Tehát én egyet látok megoldásnak, most megint természeti példák, tehát a mag az a közösség, amihez tartozom, az ugye adnak a rövidítése, hogy mintaként alkalmazott gondviselés. Ez azt jelenti, hogy a gondviselésbe, a természetbe, a teremtésbe mindennek megvan a mintája. Na most következő. Neked, nekem, mindenkinek egyetlen egy alapműködése van, és egyetlen egy alaptörvénye, hogy vissza, minden teremtmény visszatér a forrásához. Pont. Az egész világegyetemet ezt hajtja. Na most gondold el, elindultál a teremtőtől, és marha messzire elkerültél tőle, és egyetlen egy hajt egész életeden keresztül, hogy találj vissza a teremtődhöz. Na most ebben az a szép, hogy a természet gyönyörűen mutatja a példát, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Most itt van a tenger, felszáll a pára, és 5000 kilométerre lehullik a tengertől. És látszólag esélye sincs, hogy visszajusson ide. 5000 kilométert hogy lehet megtenni egy esőcseppnek? És itt jön az érdekes, hogy azért mégis elindulnak. Szóval ez döbbenetes. Tehát, hogyha olvassátok a madásnak az ember tragédiáját, hát az valami elképesztő. Tehát nézd meg, megmutatják Ádámnak. Ez lesz, itt ez lesz, meg fogsz fagyni, falangszterbe leszel, minden. És akkor a végén Ádám fogja a fejét, hogy na gyerekek, ezt már nem. Ugye, megy fel a sziklára, és mi lép közbe? Megint az élet. Ugye, mert az élet él és élni akar. És a nőn keresztül, aki a növekedésért felelős, azt mondja, hogy anyának érzem, ó Ádám, magamat. Kész, eldőlt, nem mész sehova, nem ugrasz ki sehonnan, hanem végig fogod az egészet szopni. És ebben valahol ez a szép, hogy az Isten még utánaint, hogy mondottam ember, küzdj és bízva bízzá. És itt is leesik az esőcsepp, és elkezd küzdeni. Tehát elindul minden egyes esőcsepp, elindul a forrás felé. És ezért kell marhára a belső dolgokra figyelni, mert a belső dolgok mindig a forrás felé mutatnak. Tehát a lelkünk az egy olyan iránytű, az egyetlen olyan, ami az Istentől származik bennünk. És elkezd szépen mindegyik a forrás felé folyni. És miután mindegyik a forrás felé folyik, előbb-utóbb ezek elkezdenek összefolyni. És erek lesznek belőle, patakok, folyók, folyamok, és együtt elérik a tengert. És ez az életnek a lényege. És ezt kell csinálni, nektek is, nekem is, mindenkinek. Kis közösségeket alkotni, és minél nagyobb a tudásod, minél mélyebb vagy, ugye minél közelebb vagy a forráshoz, ugye, annál több ember fog megkeresni téged, és azok felé van kötelességed. És erre figyelmeztetni szeretnék mindenkit, mert ma valahogy úgy működünk, hogy süllyed a Titanic. Ugye? Az emberek zöme az még táncol persze a fedélzete, már így áll a fedélzet, de még táncolnak, de azért már mindenki érzi, hogy valami baj van, ugye? És nekünk egy-egy mentőcsónakunk van. És nekünk az a kötelességünk, hogy azokat az embereket, akik felénk úsznak, azokat az embereket beemelni. És nem az a kötelességünk, hogy aki éppen elfele úszik tőlünk, azután loholjunk, mert lehet, hogy közben 50-en belefulladnak a vízbe. Tehát én nagyon fontosnak tartom a kis közösségeket, és ezt nem kell ilyen egyesület, meg olyan izé, nem kell ezzel foglalkozni. Ülj le és kezdj el hímezni 5 asszonytársa, és közben beszélgessetek, hogy mi van az unokával, hogy kéne, mit tudom én. Tehát ez a jövő, higgyétek el, nem a nagy dolgok, a kicsi lépések. Látjátok, nagy dolgokat már csináltunk, ott vagyunk a Holdon. Jobban élünk emiatt? Boldogok vagyunk? Többek vagyunk? Kicsi kis lépések, vissza, csak azok a lépések a teremtő felé történjenek. Szóval ez a poén. Tehát ez, hogy most ha ezen példázom az agócsóskának a példázatát, ugye, most erre fele folyunk így, ugye? Erre fele folyunk. A Fidesz az így folyik erre fele. Mert ők jobban csinálják. De arra van a forrás. Tehát ezt kell mindenkinek megtalálnia, ezt kell mindenkiben működje, és a kicsi kis közössége. És el kell kezdeni, igen, elővenni ilyen régi dolgokat, hogy kell szappant főzni, hogy kell normális lekvárt csinálni, mindenféle
segédeszköz, meg vegyszer nélkül? Vagy egyszerűen, hogy kell? Nagyon érdekes, mert az Anasztázia is azt mondja, hogy a jövő a kiskerteké lesz. Most ez egy... Ezelőtt jó pár évvel kiadták, ezt nem tudom, hányan ismerik ezt a Kert Magyarországot. 40-es években ez egy parasztember volt, aki valamilyen szinten tanult, de nem vesztette el a józan paraszti eszét, és gyönyörűen leírja, hogy mi a baj az akkori Magyarország. Ugye ezeket írja le, a kötelező oktatás, stb. Az, hogy nem megfelelő emberek vannak vezető pozícióban, ugyanezek a bajok. Ezt 47-ben agyonütötték ezt az embert. Ez lett volna a másik út Magyarország előtt. És valahol újra föl kell építeni. Tehát ha megrodjan egy ház, összedől, akkor nem a kályhát fog, vagy a kéményt fogom renoválni, meg a süllyedő titanikon, ne szidolozzuk a kormánykereket, arra már nincs szükség. Kezdjük el az újat csinálni. És pontosan ez a baj ezzel a világgal, hogy dől ki ez a bazinagy fa, ugye? És az egyik része az embereknek, közel a fele, az húzza lefele egy kötéllel a fát, hogy dőljön már ki. A másik fele az meg betonozza alá. És mind a ketten a csemetéket tapossák alatta, a fa alatt, amiből az új élet lehetne. Mi meg ezekre a csemetékre figyeljünk oda. És tényleg a saját gyerekeinkre, unokáinkra, a környezetben levő gyerekekre. És higgyétek el, vagy higgyék el nekem, hogy ma mindenki fordítva ül a lovon. Tehát ez most tényleg egy 3 hónapos gyerektől annyit tanulok, amennyit mondjuk a 3 egyetem alatt se tanultam meg. Tehát lehet, hogy ezt is rosszul tudjuk. Nem lehet véletlenül, hogy nem nekünk kéne őket tanítani, hanem ők kéne tanítsanak. És ezeket a dolgokat kell újra előszedni. És figyeljetek, egyetlen egyet mondok, ezt az országot mindig a parasztság húzta ki a szarból. És most is az fogja. De ez kell egy új parasztságban, a régit tönkretették. Nincs paraszt az országban. És egy mondást befejezésül, volt egy régi mondás a parasztok közt, hogyha a paraszt nem szarik, az úr nem eszik. Tehát ahhoz, hogy egy táj befogadjon egy élőlényt, tehát egy állatot vagy egy növényt, ahhoz 7 generáció kell, 7 generáció. És amíg nem telik le ez a 7 generáció, addig az egy gyűjtment faluba, az ember is gyűjtment, az a termény, stb. Tehát valahogy a tudással is ez van. Tehát minden helynek megvan a tudása, megvan a növényvilága, megvan a viselkedése, az erkölcse, stb. Tehát nem lehet, tehát ez a globalizáció, ez pontosan a határokat mossa szét. Na most van egy ilyen betegség, úgy hívjuk, hogy ebola. Az a sejtfalakat egyszer szétmossa, szét, elfolyik az ember. Tehát ezért kéne azt, hogy igenis mindenki a saját kultúráját, a saját növényeit, érted? A tót az ne legyen magyar, de a magyar az ne legyen tót. Mert mind a kettőre szükség van a helyén. Ez olyan, mint hogyha a vesémet meg a szívemet felcserélem. Nem felcserélhető dolgok. És valahol, ha ezt tudatosítanák az emberekbe, csak ennyit, a saját gyerekeinkkel kezdve. És ez olyan, hogy a minta az egy pillanat alatt szétárad a világba, az a lényege a mintának. Tehát gondoljatok arra, hogy mit tudom, volt ez a pintje, amelyik rájött, hogy lehet a teljes üveget kinyitni Angliába. És egy héten belül az összes angliai pinty itta a tejet a teljes üvegből, mert rájött, hogy lehet fölbontani. Tehát a természetben egy pillanat alatt szétterjed egy minta, csak létre kell hozni. Na most ha egyszer ez a nevünk, hogy magerő, akkor szerintetek kinek kell ezt a mintát létrehozni? A németnek? Vagy az amerikainak? Aki nem is nemzet? Tehát itt nem, az a baj, hogy mindenki azzal van elfoglalva, hogy másikat fikázza. Meg kell nézni az előadókat, vagy meg kell nézni az ország működését. És az a durva ebbe az egészbe, hogy ebbe is mindenben van egy középút. Tehát ugye keleten van egy olyan, hogy nyugaton van egy olyan Isten kép, hogy Isten ott trónol a felhők fölött, egy ilyen kaporszakállas a jó népeknek, jó Isten, nem a rosszaknak. Rossz Isten, de az a lényeg, hogy ez ott valahol trónol a felhők fölött, és rajtunk kívül van, ugye? Most a keletieknek van egy ilyen belső Istenük, hogy Isten bennünk lakik, ugye? Akkor mi a fenét keres itt a földön, ha csak nem ment el az esze? És a magyaroknak van egy döbbenetes Isten képük. Pap Gábor szokta vetíteni, ez egy gyönyörű ábra, az a cím, hogy verekedő betyárok.
betyárok éppen nem verekednek, hanem ezt leteszik maguk mellé a puskát, ugye a földre, amivel megölhetni a másik embert, és a fokosával, ami a szent fegyver, tiszteleg a másiknak. Ugye? És ebből a két dologból kialakul egy gyönyörű templom, amit az Isten jelével jelölnek meg. Tehát ez egy olyan templom, amiben benne lakik az Isten. Tehát magyarul Isten két ember viszonyába lakik. És ezeket a viszonyokat kéne újra létrehozni. Tehát egy közösséget így működtetni. Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De miről a nemzet, félve a szenvedésektől önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, s mindig kétséges. Mert aki hazáját igazán szereti, oltárán gyönyörű életét szenteli, piros, fehér, zöld lesz áldott szemfedője, de Isten úgy segítsen, száz lép majd helyébe.